Gyermek és ifjúsági horgászversenyt rendeznek a Ligeti tavon. Mit tudhatunk a verseny részleteiről? Június 26-án gyerek és ifjúsági horgászverseny lesz megrendezve. Ez a Ligeti tón lesz az a verseny. 8-tól 11-ig fog tartani. 7 óra előtt lesz a gyülekező. Az lenne a legjobb, hogyha előneveznének rá a horgászok, a gyerek és az ifjúsági horgászok, mert akkor tudom, hogy körülbelül hány helyet tűzök ki majd a versenyen. Erre nem csak a Mezőtúri Horgász Egyesület tagjai jöhetnek, mint gyerekek és ifik, hanem jöhetnek olyan horgászok is, akik nem az egyesület tagjai. 15 éves korig lehet jelentkezni erre a versenyre, mert az ifjú horgász ugye addig ifjú horgász, utána felnőtt horgász. Úgyhogy egész nyugodtan lehet hozni a gyerekeket erre a versenyre. Ez június 26-án lesz. Hagyománnyá vált, hogy megrendezik a Balázs Árpád versenyt. Mit tudhatunk erről a versenyről? Az Őtúri Horgász Egyesület életében megint eljött ugye a Balázs Árpád verseny. Ez július 9-én és 10-én lesz megrendezve. Ez 24 órás verseny. 9-e 12 órától, 10-e 12 óráig tart. A harcsás, lapos és mély ágán lesz megrendezve ez a verseny. Nevezés a Földhídnál lesz. Azt még nem tudom pontosan, hogy mennyi lesz a nevezési díj, de ugye a horgászok már úgy sejtik, hogy olyan 1500-2000 forint körül, ugye tavaly is ennyi volt, majd még ezután lesz kiszámolgatva, hogy körülbelül mennyi. Földessy Viktor emlékversenyt szerveztek. Mit lehet tudni a verseny eredményekről? Hát ugye a Pinki Horgászbolt Földessy Viktor emlékversenyt szervezett múlt héten. 19 csapat jött el erre a versenyre, ugye ez egy páros verseny volt. Ugye 4 éve vesztettük el Viktort, és azóta hívják ezt a versenyt Földessy Viktor emlékversenynek. Azelőtt ugye a Delta Biliárdszalonnak volt a versenye, ez a verseny. Ez egy páros verseny, úszós, 4 óra hosszás. 19 csapat jött el. Az első helyezett csapat az Láposi Zoli és Pap István lett, 15 kg 30 deka apró halat fogtak. Ez úgy nézett ki, hogy kárász, keszeg, törpe, sneci, talán volt egy-két ilyen kisebb pontjuk is. A második helyezett csapat az Malavolti Andrea és Malavolti Claudio lett, 6 kg 72-vel, ők fogták a legnagyobb halat is, 58 dekás pontjot. A harmadik helyezett csapat az Pinki és Kabos lett, 6 kg 18 dekával. Szeretném itt megköszönni a segítségeket, akik segítettek, hogy ez a verseny rugalmasan lerendeződjön. Itt Metzger Krisztinának ugye a papírok megszerzése, az engedélyek megszerzésében nagyon nagy feladata volt. Köszönöm szépen a segítséget. Ugye a Pinki Horgászbolt fizette a kaját, az ebédet a versenyzőknek, így egy kicsit több díjat tudtunk kiosztani. Akkor a Film Kft. Fizette az ebédhez a sört és az üdítőt, ásványvizet, nagyon szépen köszönjük, és a KHS segítségét is nagyon szépen köszönjük, ugye a halőrök is jöttek velünk mérlegelni. Hát így nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, a Mezőtúri Horgász Egyesület következő versenyei ezek lesznek.